Üdv újra mindenkinek! A nap kaptam egy kommentet, melyben egy az Óbudát Esztergom mellett vizionáló kommentelő, nem kutató kommentelő volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy én akkor ugye mondjam már meg, hogy micsoda van a Szamárhegyen, ha nem Óbuda vára. Hát nyilvánvalóan datáló régészet segítségével lehet bizonyítani, ezzel kapcsolatban bármit is, viszont találtam -e egy forrást, mégpedig a fehér kódexbe, illetve fehér kódexbe. Ebből ragadnék ki egy részletet. A vártól északra eső síkon Szent György prépostsága állott. És ettől nyerte nevét Szentgyörgy mező. A Barbarossa Frigyes császár vezérelte keresztes had, itt szállott táborba. A Vaskapunak bala hegy volt a neve. Tövében a Duna felé Urkuta, villa, dupla vér, cudba, így írták, nevű helység feküdt, amelynek emléke most is él az urkutai rétek elnevezésében. Ennek egy részét a Tihanyi apátság, a másikat pedig a Várbeli főtemplomban lévő Szent Luca oltárának papja bírta. És most figyeljetek nagyon! Határos volt Zamárt faluval, amely a Szamárhegy lábánál a Duna partján állott és egy háza a Szentkózba és Dömjén vértanúk tiszteletére vala szentelve. Birtokos a hajdan déda, ispán vala. És ennek nevét őrzi máig a dédacsárda. A szamárhegy szikláját csókás kőnek rupesz hívták, s tetején, ez a lényeg, egy szamárvár, Kastrum-Zamárvár nevű erősség vala, amely azonban már 1292-ben romokban hevert. Ettől délkeletre baranya föld feküdt, amelyen annak birtokosa Ákos Bán egy palotát épített, és ettől később a helység Ákos palota Akus palattaja, palattiaja nevet nyert. E palotának romjai most is láthatók a Szentgyörgy mezei barátkút közelében az erdő mélyén. Az Urkutától és Baranyától délre első völgyet pedig, amelyben a fárikút van, balaföldnek nevezték. És akkor itt a forrás, hogy hol találjátok meg ezen információját. Szóval itt mászkál emanáció Mr. Fusion és Peregrinus néven. Youtube-ozó emberkék, és ezen Szamárvár, Kastrum, Szamárvár nevű erősség nyomait bélik felfedezni. Legalábbis ez a forrás, hát a régészet az meg még egyenlőre várat egy kicsit magára, de nem lesz könnyű dolog, mert hiszen 1292-ben már a romokban hevert ez az erősség. Szóval ez az, amit talált, vagy amit látogat a lelkes amatőr csapat. Köszönöm szépen a figyelmet!